Ma este felől nyugat felől megvastagodik a felhőzet, de ma csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő kerülhet a napsugarak útjába a nap döntő részében. Üdvözlöm Önöket az M1-en, jó reggelt kívánok, Förhice Adrián vagyok. Távoli felhőszakadást örökített meg kedves nézőnk Mádis Szerencs határában. Nagyon szépen köszönjük Budain és Homogyi Máriának. A nap folyamán elszórtan ma is előfordulhat zápor, illetve zivatar, és az intenzívebb cellákat felhőszakadás, apró szemű jég és szélrohamok kísérhetik. Záporok, zivatarok elsőként nyugaton, délnyugaton tűhetnek fel, majd később keleten és északkeleten is megdörrelhet az ég. De zivataroktól függetlenül is megélénkül, olykor megerősödik az északi-északkeleti áramlás, és ezzel egy-két fokkal frissebb levegő szivárog be. Így felvidéken 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet, de délen délkeleten folytatódik a hőség, ott továbbra is 35-36 fok is lehet. Aki pedig vízparti programot tervez ma, mindenképpen kövesse figyelemmel az aktuális viharjelzést. A legfrissebb számítások alapján a Rába és a Duna 24-25 fokos, még a Körösök és a Tisza ennél melegebbek, 27-30 fokosak. Nagyobb tavainknál a legmelegebb a Velencei tó, amely 29, néhol már 30 fokos. A Balaton vize átlagosan 26-27 fokos. Az előttünk álló hétvégén, hogyha vízparti programot terveznek, mindenképpen kövessék figyelemmel az időjárás jelentéseket, hiszen szombaton eső, zápor és zivatar egyaránt lehetséges, és nyugat felől megvastagodik, megnövekszik a felhőzet. Az erősen borult vagy felhős tájakon 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet, a meleg forró levegő pedig egyértelműen keletre, délkeletre és délre szorul. Ott még mindig 34-35 fokot mutathat a hőmérő. A jövő hét elején egy hidegfront alakítja a légköri helyzetet, és akkor feltámad az északi-északnyugati szél. Ennek mentén 1-2 fokot csökken a hőmérséklet, de még mindig többnyire 30 fok felett tetőzik. Ami mindenképpen jó hír, hogy az éjszakáink frissítőbbek lesznek, és ezek kedvező feltételeket teremtenek a pihentető és nyugodtabb alváshoz. A Formula 1 magyar nagydíj már tradicionális eseménynek számít a világ legnépszerűbb autós versenyén. Az időjárásnak ezen a pályán is főszerep jut, hiszen ahogy mögöttem is láthatják, a szél irányának és sebességének változása akár 20 km per óra eltérést is okozhat az autók csúcssebességében. Azonban, ha hiszik, ha nem, viszonylag későn jöttek rá, hogy mennyit számít egy szakszerű meteorológiai előrejelzés. A száguldó cirkusz résztvevői kezdetben abban bíztak, hogy elég felpillantaniuk az égre, és eldönthetik, hogy például milyen kerekek kerüljenek az autókra. Azonban mikor látták, hogy sok esetben az eső vagy a szél is közrejátszott az eredmények alakulásában, bevonták az időjárási elemzők szakértelmét is a Box utca munkájába. Ma már modern szenzorokkal mérik többek között a levegő és a pálya hőmérsékletét, és műhold, valamint radaradatok elemzésével igazodnak a változó időjáráshoz. Viszontlátásra!